Apácai Csere János díjat adományoztak dr. Zeller Gyulának, a közgazdaságtudományi kar oktatójának, kiemelkedő felsőfokú oktatási, nevelési munkájáért. Dr. Zeller Gyula a Janusz Pannonius Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának és a marketing tanszéknek alapító oktatója. Vezetése mellett egy oktatói generáció nőtt fel a tanszéken. Professzor úrnak mi a tudományos szakterülete a marketing tudományágon belül? Hát én általános marketinget, marketing menedzsmentet oktatok, és ezen kívül a marketing szakosoknak még az ünnep vagy értékesítési politikát és a minőségpolitikát oktatom. Ezek az én tárgyaim, és ezeket művelem tudományosan is. Ha röviden kellene meghatározni, hogy mi a marketing, mint fogalom, akkor az hogyan hangzana? Hát azt szoktuk mondani, hogy a marketing tulajdonképpen két dolgot jelent. Egy vezetési szemléletet, amely szerint a fogyasztó az Isten, a fogyasztó van a középpontban, és ugyanakkor egy eszközrendszert is, hiszen szemléletből nem lehet megélni. És itt a nagy marketing eszközökről beszélünk, termékről, árról, értékesítésről, befolyásolásról, reklámról. Tehát ezt öleli fel a marketing, mint tudomány. Marketing mixről is szoktunk beszélni, mert ezeket az elemeket, mint egy mixtúrát kell alkalmazni különböző piacokon, különböző módokon. A tanár úrnak személy szerint milyen a kapcsolata a diákokkal? Nézze, én azok közé a oktatók közé tartozom, akik egyenrangúnak tekintik a diákot, és ennek következtében én úgy érzem, hogy elég jó kapcsolat alakult ki közöttünk. Komolyabb konfliktus 28 év alatt nem volt hallgató is közöttem. Lenne esetleg olyan emléke, ami valami miatt megragadt az emlékezetében, akár vizsgáztatásra, akár oktatásra vonatkozik? Hát az egyik nagy emlékem az volt, hogy akkor marketing szervezésből szigorlatoztattam, és bejött egy hallgató, kihúzta a tételt, elsápat, leizzadt, figyeltem, hogy mi történik ezek után, nézett a semmibe, majd fölkapta a fejét, és lázasan elkezdett írni. Soha nem felejtem el, anyaggazdálkodási folyamat szervezéséről volt szó. Amikor sorra került, előadott nekem egy olyan koncepciót, egy olyan rendszert, ami nincs, nem létezik, de teljesen logikus. Ötöst adtam neki, mert megkérdeztem, most találta, ki mondta, hogy igen, ő nem készült a vizsgára, de ezt kitalálta. Ötöst adtam neki, mert aki ilyen innovatív, hogy fél óra alatt egy új rendszert hoz létre, az megérdemli a jellest. Mit üzen tanár úr a jelenlegi hallgatóknak? Hát, mint hogy novemberben 70 éves leszek, és hát ezért kaptam a tulajdonképpen, vagy legalábbis gondolom az apácai Csere János díjat, és nyugdíjba küld a Köztársági elnök a törvény értelmében, én talán abban reménykedem, és azt szeretném, hogy megtartanak emlékezetükben. Én azt hiszem, minden embernek a génjében van, hogy valami fennmaradjon belőle. Héroisztrátosz az Artemis templomot gyújtotta föl, hogy a neve fennmaradjon, fenn is maradt a mai napig. Na én nem vagyok egy ilyen gyújtogató, én inkább Horáciussal értek egyet, és öt szoktam idézni egy fél sorát, ami úgy szól, hogy non omnis moriar, nem halok meg egészen. Én remélem, hogy a hallgatók emlékezetében még nagyon sokáig meg fog maradni. Az apácsai Csere János díj mit jelent még az ön számára, hiszen ez nem csak a 70. életév betöltéséért, hanem egész életművéért kapta. Igen. Hát talán azzal kezdeném, hogy engem nem kényeztettek el élet, hosszú életem során kitüntetésekkel. Tehát ez a díj számomra tényleg egy nagyon fontos, és talán az is nagyon fontos számomra, hogy ez egy pedagógus díj. Tehát az oktatásért kaptam elsődlegesen, ami hát azért a tudományos működés is benne van. Hát... Remélem, hogy bár életműdi, de még nem befejezett az életművem most is a Szegedi Egyetemnek, mint hogy oda is kineveztek professzornak az elmúlt évben, a Szegedi Egyetemi Hallgatóknak írok egy jegyzetet, tehát még elég aktívan munkálkodom, de hát egy kicsit azért ugye az életmű elismerése is, és ez bevallom, hogy nagyon jól esett a számom.